Társadalomnak ő utoljára 2008-ban volt magyar bajnok, az sem most volt. Azóta 4 bronzérmet, ezüstérmet, harmadáját gyűjtötte be magyar bajnokságokon. Kláriról érdekességképpen elmondhatjuk, hogy egyetemi adjunktusa a Debreceni Egyetemen sportpszichológiát tanít. És nézzük most akkor a első menetet, hogy fognak kezdeni a lányok. Piros sarokban pedig Szabó Julianna, ő is magyar bajnokságokon résztvevő szokott lenni. Most megvan a lehetősége, hogy akár magyar bajnok legyen. Jelenleg ő is a testnevelési egyetemen tanul. Szakedző szakon. Hát igen, Klári kicsit gyorsabb. Látszik a rutin, hogy nem estek egyből egymásnak. Igen, Klárinak azért voltak nemzetközi mérkőzései is több, úgyhogy ő számít rutinosabbnak. Ugye itt is közel egyforma testalkatú a így van, lány. Igen. Yeah. Magasnak számítanak ebbe a súlycsoportba, 54 kiló. Ugye a ütéstávok is közel azonos. Így van. De nem is nagyon engedik. Úgyhogy egyelőre igen, egymást közel. Szinte csak árnyékolgatnak. De ugye látszik, hogy mind a kettő szabályosan, és pont intés volt. Jelzés, nem intés, ugye, az egy másik szakfogalom. De alapvetően szabályosak. Igen. Ebben a kategóriában sokan indultak? Ők ketten voltak ebben a kategóriában, igen, a nevezés több volt, de egy súlycsoporttal feljebb indultak jó páran, egyéb okokból. Hát eddig az 54 kiló volt inkább telített, most, hogy az 57 kilót betették az olimpiai súlycsoportok közé, így most ebben a súlycsoportban indultak többen. Felnőtt kategóriában nem olyan nagy a részvétel, mint szokott lenni, sajnos. Ugye.
versenyét, és látjuk, hogy még azért csak kapnak instrukciót. Nyilván. Így van, itt még semmi sincs veszve, még két menet átra van. Az első ez kiegyenlített. Így van, én is azt gondolom. Bár talán inkább Kovács Klári volt támadó jellegű. Közben folyamatosan hallatszik a instrukció, nem csak a edzőktől, hanem most már a nézőtéren is. Egész szépen begyűltünk így estére. Igen. És nagyon szép környezetben lehetünk most. Itt nagyon. Igen, mi is voltunk délelőtt szétnézni a városban, Bükön. Kicsit tovább is mentünk, Összegre benéztünk. Nagyon szép helyen van. És hát a csarnok is egy egész. Így van, a rendezést is nagyon lehet dicsérni. Ugye múlt héten volt az ifjúsági torna. Így van. Jövő héten pedig, vagy jövő hét után, két hét múlva junior fiúknak lesz a magyar bajnokság Egerben. Reméljük hasonló színvonalú szervezéssel. Így van. Hát ennél rosszabb ne legyen, azt mondom, és akkor mindenki meg lehet elégedve. És igen, Klári se nagyon találja az ütőtávot, próbálkozik. Na, ott kéne megsorozni Klárinak, de hát hátralépett. Ez sok versenyzőnél jellemző, amúgy, hogy végre a saját ütőtávjába bekerül, jó helyzetbe kerül, és utána hátralép megint hármat, és elmegy a menetnek a fele azzal, hogy újra közel kerüljön. Közben lepereg az idő vége. Másodperceken belül a másik félidőnk is. Továbbra is, most már azért egy fokkal közelebb engedték egymást. Így van, kezdenek ráérezni az ütőtávra, vagyis Klári találgatott, legalábbis az én meglátásom szerint. Több találata volt. De még van egy harmad. És itt azért még sok minden eldőlhet. Még 3 perc. Felmérték egymást. De rajtuk is látszik azért az állóképességükön, hogy hiába játszottak 6 percet, még azért jól bírják. Tudja, inkább a védekezés, mint a kettőknél, ami kicsit kivehetett az erőből. Már azért egy szép találat látható volt. Kovács Klári is 57 kilótól az 51-ig minden súlycsoportban kipróbálta magát. Úgy néz ki, hogy ez az 54 kiló jó neki, illetve a klubtársa indul 57 kilóban a következő mérkőzés. Most azért már itt a harmadik harmadban elég erőteljesebben igen, indultak itt már el. Több támadás van. A
most már nem gondolkodnak annyit, vagy nem várnak annyit a másikra. Ilyenkor a játékosok tudják, hogy az előző menetre pontozó bírók mit mondtak, hogy az edzők? Nem tudják, senki nem tudja, nyilván csak a bírók, hogy kinek adtak. Régebben volt a nyomógombos pontozás, hogy a találat pillanatában kellett lenyomni a bíróknak a gombot, és akkor volt, hogy a versenyző tudta, hogy például 10-6-ra megy. És könnyebb is volt úgy, legalábbis én sokkal jobban szerettem úgy boxolni, amikor tudtuk, hogy mennyi az állás. Ez így nehezebb szerintem. De ugye most itt az utolsó negyedben beleadnak mindent. Így van, ilyenkor már nincs mit... Nincs mit veszteni. Közben elment a világítás is. Igen, közben pillanatra. Itt... Történt, de... A mérkőzés megy tovább. Igen, néz ki, a lányokat annyira nem zavarta. Hopp. Meg. Na, visszakaptuk. Igen, sikerült. Visszakaptuk. Nem törte meg szerencsére a lányokat. Ők sérzik, hogy most már azért pillanatok vannak hátra ebből a mérkőzésből is. Egész pontosan 10 másodperc. Pontosan még. Sérzett a bíró. Még ami belefér, azt kiadják. És ami belefér. És vége. Vége van a mérkőzésnek. Hát nehéz lenne megmondani a három menetet egybevéve. Habár... Igen. Én nem vagyok szakértő szem, de laikusként ezt nehéz lenne eldönteni. Hát Kovács Klári több támadást indított, többet próbálkozott. Én szerintem több tisztább találata volt. De pillanatokon belül a pontozó bírók eldöntik, hogy ők hogy látták, és mindjárt meg fogjuk tudni, hogy ki lett. Egyhangú pontozással győz, így az 54 kg magyar bajnoka. Kovács Klára Nyíregyházi vasutas a két sarokba. Tehát Kovács Klára lett. Kovács Klári 2008 után, 2017-ben. Sikerült megszerezni a magyar bajnoki címet 54 kilóban. Újra. Újra.